Valahol aláírtak valamit, valahol megalkuttak valamit, valahol elosztottak valamit. Dr. Muncik Dénesné, polgármesteri referens, Kós Károly híres röpiratából idézett a műsor elején. A Nemzeti Összetartozás napján a 99 esztendővel ezelőtti eseményekre emlékeztek a helyiek kedden. Eredj, ha tudsz! Eredj, ha hitet leviszed! A hontalanság odakül nem keserűbb, mint idebent. A műsort ezúttal a Szent László AMK középiskolásai adták. Elég sokat próbáltunk rá, sok elképzelés volt azzal kapcsolatban, hogy nézzen ki ez az egész, felvetettünk ötleteket, és Gézabával is próbáltuk úgy összehozni, hogy ami nekünk is tetszik, meg ami neki is, és hogy minél mutatósabb és látványosabb legyen. A diákok Reményik Sándor és Vas Albert sorait idézték. Az összeállítás így az Eredj, ha tudsz címet kapta. Nekünk nagyon tetszett így a végeredmény, még minket is meghatott, szóval azt gondolom, hogy egész jó kis műsort sikerült összeállítani. Én tudom, nekem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Eredj, ha tudsz, eredj, ha nem hiszed. A fiatalokat Deli Géza készítette fel. A Szent László AMK tanára elmondta, fontos, hogy a diákok ne csak a történelmi tényeket ismerjék, hanem magukénak is érezzék az eseményeket. Amikor először leültünk és elmondtam, hogy mire készülünk, akkor erről sokat beszélgettünk, és hát Trianonnal kapcsolatban ugye ez nem volt annyira rég, még akkor is, hogyha már egyikünk sem élt akkor, vagy még. De hogy minden családban vannak kötődések ehhez az eseményhez, és az ő kötődéseik is előjöttek, úgyhogy bizony ott volt meghatódás, könnyek, érzékeny történetek, és akkor utána már azért nekik is vannak saját ötleteik ahhoz, hogy mit szeretnének megmutatni ebből. Az ünnepség szónoka ezúttal Cselenák Kornél, a Zombori Magyar Polgári Kaszinó ügyvezetője volt. Mint mondta, az ember társas lény, így a Nemzeti Összetartozás napja is arra hívja fel a figyelmet, hogy mély értékeket csak közösségben tudunk létrehozni. Az összetartozás jelentését és mértékét nem lehet meghatározni. Az ember ezt vagy érzi, vagy nem. A határon túli magyarok az elmúlt 100 évben sokat változtak, de attól még magyarok maradtak. A szokások különbözőségét pedig tudni kell kezelni, tette hozzá beszédében. Ha az embereket határok, eszmék, vallások, attitűdök osztják meg. Merni kell leépíteni ezeket az elválasztó vonalakat, de közben nem arra kell törekedni, hogy eltüntessük a sokszínűséget, a különbségeket. Az összetartozás kompromisszumkészséget, megértést követel. Az összetartozás kopjafájánál az önkormányzat nevében Fercsák Róbert polgármester és Csubák Nébesesek Andrea a polgármester helyezte el az emlékezés virágait. Majd a politikai pártok, civil szervezetek és intézmények is megkoszorúzták az emlékművet.